Nem győzték nyomtatvánnyal és borítékkal a NAV ügyfélszolgálatai másfél éve május végén, néhány órával az adóbevallás határideje előtt. Az ügyfelek több mint fele az utolsó pillanatra hagyta a kitöltést, kapkodtak, minden ötödik bevalló hibázott. Egy X és más semmi. Ez a videó néhány napja a NAV honlapján népszerűsíti a kormány új intézkedését. A jogosultak, főleg akiknek csak munkaviszonyból származik jövedelmük, idén először felhatalmazhatják a NAV-ot, hogy készítse el helyet. Az adóbevallásukat. Nagyjából 1,5 millió ember a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint. A magánszemély tulajdonképpen ezzel az X-el letudja az adóbevallását, és egy évig nem kell egyáltalán foglalkoznia az adóhatósággal. A munkahelyek által kibocsátott éves adóigazolás idén más, mint a korábbiak. A közepén lehet az X-et húzni. Ennyiből áll a meghatalmazás, de csak a bevallás elkészítetésére lesz elég. A NAV azt közölte, akik továbbra is fel akarják ajánlani adójuk 1+1%-át civil szervezeteknek és egyházaknak, azoknak ezt a másik nyomtatványt is ki kell tölteniük. 1%-ról május 20-áig lehet rendelkezni mindenkinek, aki SZIA bevallást ad be. Ez egy külön nyomtatványon kell. Ezt meg lehet találni egyébként a honlapunkon. A szocialisták tiltakoznak. Szerintük ugyanazon a nyomtatványon rendelkezni lehetne az 1+1% felajánlásáról, amelyen a bevallások elkészítésére felhatalmazzák a NAV-ot. Az MSZP azt mondja, a kormány félrevezette az embereket a sör alátét méretűnél is kisebbre ígért nyilatkozattal. Szerintük a civil szervezetek és az egyházak kevesebb pénzhez jutnak majd, mert sok adózó azt hiszi, egyetlen X-el le tudott mindent. Nem csak egyszer van dolga a bevallónak, még olyan egyszerű keretek között sem, ezzel a bevallással nem többször, tehát ez a bizonyos sör alátét úgy látszik, hogy Tálai úrnál nagyobb korsó alá van méretezve, mint kellene. A kormány azt közölte, a titkosság sérülne, ha a munkáltatónál kitöltendő nyilatkozatra rá lehetne írni a kedvezményezett szervezeteket. Mostanáig, aki a munkáltatóját bízta meg bevallása elkészítésével, lezárt borítékban adta át a felajánlott 1+1%-ról szóló nyilatkozatot. Arról nem írt a kormány a közleményben, hogy miért nem folytatják ezt a gyakorlatot az új eljárás esetében.